A ma átadott Kecskeméti Atlétikai Központot már 3 hete próbaüzemre bocsátották. A fiatal atléták lelkesen tesztelik a kifejezetten nekik kialakított korszerű pályát. Edzőjük szerint is úgy érzik, van egy otthonuk végre. Ez egy óriási minőségi változás a korábbi feltételekhez képest, hiszen Salakos pályán, illetve a Táncid utca iskola sportudvarán készültek az atlétáink, és ennek ellenére azt gondolom, hogy egészen jó eredményeket értek el. És hát nyilvánvalóan ez a létesítmény szolgálja az összes többi sportágat, illetve azokat a sportolókat, akik tömegsportolóként vagy szabadidő sportolóként használni kívánják. Tehát ez egy nagyon nagy lépés előre a város sport életében. Van egy korszerű létesítmény, amit mindenki örömmel használ. Hány atlétánk van jelenleg Kecskeméten? Igazából akik regisztráltak, tehát a versenyrendszerben benne vannak, annak 100 fölött van valamennyivel a létszámuk, és hát vannak az előkészítő csoportok. Én azt gondolom, olyan 200 atléta van a városban, aki szervezetten készül atlétikai sportágra. Az ifjú sportolók felkészüléséhez minden rendelkezésre áll a centrum területén. Van olyan verseny, amelyet hamarosan már az új sportközpontban szervezhetnek meg. Még nincs kiépített elektromos időmérés, azért vannak eszközök, amik hiányoznak egy komplet verseny megrendezéséhez. De bizonyos típusú versenyeket már rendezhetünk. Április 29-én például a Diákolimpia megyei középiskolás verseny már itt lesz ezen a pályán, és utána az általános iskoláké. Ahhoz, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében hivatalos verseny legyen, ahhoz több feltételnek kell meglennie. Ezen dolgozik a város egyébként. Szenes Márton, a fenntartó híres Sport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy az atlétikának eddig viszonylag mostoha körülmények között kellett folytatnia a munkát. Ezzel együtt gyönyörű eredményeket értek el a fiatal atléták. Most egy lépéssel tovább lépünk a sportok királynőjének. Megteremtődött egy olyan létesítmény, ahol most már nem feltétlenül csak az utánpótlás nevelés, hanem a felnőtt sportnak is megvan a helye, sőt, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas ez az atlétikai centrum. Már tudjuk, hogy nagyon nagy igény lesz ennek a használatára valóban nem csak az atléták részéről, hanem más sportágaknál is egy alapépítő sportága az atlétika, és szeretnénk megteremteni a lakosság számára is a futókörnek, a külső futópályának a használatát. Az időbeosztást most még nem tudjuk megmondani, de úgy igyekszünk kialakítani, hogy tényleg mindenkinek megfelelő hely és idő jusson a saját edzéseihez, illetőleg a hobbi futásokhoz. Kecskemét város vezetése komoly reményeket fűz az atlétikai centrumhoz. A létesítmény kiválóan alkalmas arra, hogy rangos nemzetközi sportesemények helyszíne legyen, ami növekvő vendégészaka számokat is kilátásba helyez. Azon túlmenően, hogy a hivatásos sportolóink és a szabadidő sportolóink tudják használni, hogy a lakosságnak is megkeressük azt a felületét, akik egy kicsit komolyabban edzenek, nem csak futnak, hanem egy-egy maratonon is részt vesznek, vagy egyre sikeresebbek ezek az események, akkor ők tudjanak itt a kültéri futókörön edzeni, ez is egy fontos szempontunk, de a másik fontos szempont, hogy egy olyan létesítményt sikerült fejleszteni, ami nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas lesz, már rögtön a következő évben, 2020-ban a nemzetközi gyermekjátékokat is egy komoly központi helyszínévé tud válni.